Sviti már jó ideje szépen dolgoznak. Sviti és Mira. Most szabadon választ a gyakorlat van, tehát kígyóvonalak vannak, lépés. Szabadon választ. Előbb mondtam, hogy nem szólok be 5 percig, és 1 perc után. Na, le is telt az 5 perc. Tudják, hogy szépen csinálják. Olyan szépen adja magát, de tudjuk, hogy egy bébike. Jó, hát ehhez kell egy jó lovas. Természetesen, akárkinek féltem is, de mindenre megy. Anyuska, nagyon jó, sétálhatsz vele, de ugyanúgy mindig inkább megyünk ilyen mindenfélét, jó? Nem baj, ha sétál. Csak érezze azt, hogy vele foglalkozva van. Hát 2 éves koncolány. Rosszul nem szóltak, tényleg nagyon jó fej. Miruska, csinálsz nagy kört, és csinálunk ilyen kígyóvonalakat, tudod? Csinálunk egy párat, és akkor kijövünk itt, itt sétálunk egy kicsit, és majd hazavisszük. Nem vagyunk késésbe ott? Nem. Én késtem 10 percet, tudom. Nem szoktam. Nem volt ma kedvem feljönni. Mondom, ha megígértem valamit, akkor... Mehet szügetésbe kígyókat! Ez a finálé. Aztán majd ide kijövünk, itt sétálunk, a szalamezzo. Hogy mondom, kis butuska, de nem olyan butuska, ő azért 2 éves létére nagyon intelligens, de egyet természetesen koordinálni kell, hogy mit csináljon egyértelmű, de adja magát nagyon szépen, úgyhogy mind a kettő előtt le a kalap. Egy héttel előbbre vagyunk, én jövő hét szerda felé gondoltam, de megelőztük a dolgokat, ma péntek van, és már tegnap ült rajta, úgyhogy csütörtökön már szépen el voltak együtt. Nem is hinném, hogy lesz valami probléma. Hozzáteszem, 2 éves angol telivér konca. 2 éves. Jövő valamikor, de Niki tudná, hogy mikor lesz május. Nem tudom, valamikor 3 éves. Jó fél év. Nagyon szupi! Nagyon szépen adja magát, Miruska is, Igi. Remélem, passzolnak majd. Egyelőre nagyon. De szerintem nem nagyon félek most már pláne. Ugye azért ki lett rakva ide a kis Ciluka, ott van neki a helye. Ugye más munkaborokban van 22 órát, ugye karám is lovaglás. Hogy végig kim van, azért a napocska is megszívja őt. Leteszi szépen a fazagyát.